Most meglepően csendesek a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának épületei, hiszen a járványhelyzet miatt itt is online oktatás folyik. Máskor jóval nagyobb itt a nyüzsgés, hiszen mintegy 1400 hallgató tanul a karon, amely a világ agrárfelsoktatási intézményei sorában rendre a legjobb 150-200 között van. Alapképzésben gyakorlatilag a klasszikus agrár területen a 3 éves, vagy 3,5 éves BSC képzésen túl van nekünk környezetgazdálkodási, vadgazda, természetvédelmi, élelmiszeres képzés, kertészmérnök képzésünk. A mesterképzésben pedig még színesebb a palettánk, ott környezettechnológiánk van, élelmiszertudományi és minősítés, és állattenyésztés, növénytermesztési területek, kertész területek foglalnak helyet, orvosi, növényvédelmi témákat művelünk mesterszinten, tehát azt mondhatom, hogy az agráriumnak minden egyes területén jelen vagyunk a képzéseinkkel. Nagyon jó felszerelt gyakorlati képzőhelyeink vannak, tulajdonképpen szántóföldi növénytermesztéstől állattenyésztésen át kertészetig, élelmiszer feldolgozásig megvannak azok a saját facilitásaink, amelyben a hallgatók a képzési idő alatt is nagyon komoly gyakorlati ismereteket elhetnek szert. A képzési portfóliunk is egyébként ilyen módon lett összeállítva. A másik, hogy be tudnak kapcsolódni azokban a kutatási fejlesztési folyamatokban, amelyben a karon a munkatársak is részt vesznek, így be tudnak kóstolni a tudom oldalba is. Egyébként itt jellemzően szeretnénk is őket a bent tartani a képzésben, tehát a BSC után a mesterképzésben is, illetve potenciálisan a doktorképzésben is. A karhoz kapcsolódóan 3 doktori iskola működik, egy állattenyésztési, egy élelmiszeripari és egy több tudomány területen átölelő interdisziplináris iskola. Ez utóbbinak a létrehozását Nagy János professzor kezdeményezte 2000-ben, így a Kerpeli Kálmán nevét viselő iskola ebben az évben már a 20 éves születésnapját ünnepli. Az első gondolatunk az volt, hogy az agrár, a természettudománnyal és a gazdálkodás tudománnyal együtt képez egy doktoriskolát, amiből ma a növénytermesztés kertészet területén akreditáltak vagyunk. A nevünk is nagyon fontos, mert a Debrecen Agrár Felsoktatás 150 éves, és kb. 120-130 évvel ezelőtt Kerpeli Kálmán világhírű nemzetközi kutatási eredményei voltak a növénytermesztésből, elsősorban a talajok vízgazdálkodásáról, és mi örömmel választottuk ezt a nevet. Valójában a doktorképzésben méltóak szeretnénk lenni Kerpeli Kálmánhoz. Nagyon sok új téma van. Elsősorban fordultunk a biológia, a fiziológia felé, hiszen lehet hallani a különböző szakmai fórumokon, hogy nagyon sok anyag, víz, tápanyag gazdálkodási, például talaj, életnövelő, levéltrágyák és különböző egyéb műtrágyák, új anyagok kerülnek forgalomba, és ezeket használják. Azonban ezek hatását megmérni a gyakorlatban nem lehetséges. Olyan összetettek a mezőgazdasági gyakorlatban a tényezők hatása, amit tartalomkísérletekben tudunk megmérni. Hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már 35 évet meghaladó az a tartalomkísérlet, amit még Bócernő professzor alapított, és ezekben a tartalomkísérletekben a fiatalok gyakorlatilag a modern, precíziós termesztés technológia minden elemét mérik. Talajműveléstől kezdve a vetésig, a vetőmagig, a növényszám, az öntözés, a növényvédelem és természetesen a betakarítás kérdéseit is. Tehát mi szeretnénk azokat a kérdéseket megválaszolni, amely a precíziós termesztés technológiát öleli át. 9 DSC, 8 CSC és 27 fokozattal rendelkező oktató, összesen 44 oktató vesz részt a képzésben. Minek van kiírt témája, amikből a hallgatók választhatnak kutatási témát. És segítünk, ugye ismerve az előéletüket a hallgatóknak, kiválasztani a számukra legideálisabb kutatási témát, és ezt követően a tantárgyak kiválasztásával, a kutatási iránymutatásban tudok leginkább segítséget nyújtani számukra. Kiemelt célja a doktori iskolának a precíziós növénytermesztési technológiák tudományos megalapozása, hiszen az erőforrásokat hatékonyan használó, a környezet és természetvédelem szempontjait is szem előtt tartó gazdálkodás lehet csak a jövő útja.
A doktoranduszok választott kutatási területeikkel is igazodnak ehhez a célkitűzéshez. Duzs László azt vizsgálja, milyen hatással van a talajművelés módja a kukorica fiziológiai értékeire. Az embereknek meg kell ismerni azokat az alternatívákat, amik rendelkezésre állnak, és a hagyományok szerint kezdjünk el gondolkodni, hogy mert van egyekénk, nekünk forgatásos alapjából is kell szem előtt tartani, tényleg tudni kell azt, hogy miknek mi az előnyei, illetve minek mi a hátránya. És ha például nagyon sok eső van, akkor meg lehet próbálni mondjuk egy forgatásosat, mert ugye a forgatás az magával vonja azt, hogy csökken a talajnak a víztartalma radikálisan. Lazításnál ez sokkal kevésbé történik meg. Sávosnál meg egy 30%-os növényborítottsággal találkozunk. Szóval tudni kell az előnyöket, és ezek alapján kell mérlegelni akár egy gépvásárlást is. Bojtor Csaba a kukorica tápelem felvételi dinamikájával foglalkozik, és arra keres választ, hogyan lehet a hibridek számára optimális tápanyagellátást biztosítani. Mi itt az egyetemen ugye modelleket készítünk, és ezekből az eredményekből meghatározva azt, hogy a talajtípus, talajnak a természetes tápanyag szolgáltató képessége, a növények genetikai és tápanyag felelő képessége az mit is képes produkálni egy kontrollált körülmény között, és nyilván ebből a termelő számára egy a saját termőhelyéhez illesztett oda egy helyspecifikus tápanyag utánpótlási gyakorlatot, egy szaktanácsot, egy ajánlást lehet készíteni. Illés Árpád kutatási témája a kukorica főbb értékmérő tulajdonságainak vizsgálata. Magyarországon és Európa szerte is a forgalomban lévő kukorica hibridek száma az rengeteg, közelít a több százhoz, majdnem eléri az ezret is Európa szinten. Ezért célom volt egy olyan hibrid tesztelési rendszer kialakítása, amelyen konkrétan tudjuk osztályozni az adott hibrideknek bizonyos fenológiai fázisokban a tulajdonságait, igényeit, és ezt pontosan meg tudjuk határozni. Ezzel egy olyan konkrét szaktanácsot, iránymutatást tudunk adni a termelőknek, amivel sikeresen, profitábilisan tudják a gazdasági tevékenységeit folytatni. A jelenlegi doktorandusz hallgatók jó példái annak, hogy az agrárkutatás a Debreceni Egyetemen milyen szoros kapcsolatban van a gyakorlattal, de igaz ez a már végzett hallgatókra is. Annak idején elsősorban egyetemi és agrárkutató intézetek tudományos utánpótlását gondoltuk, hogy ezt a képzést, kutatást kell nekünk elvégezni. Most azt kell mondanom, hogy a végzettek 60%-a helyezkedett el a végzés után agrártudományi egyetemek karokon és az agrárkutató intézetekben, és 30%-uk nagyon érdekes, hogy a vállalatoknál a kutatás fejlesztés elsősorban az innováció területén dolgozik, és 10%-uk pedig az államigazgatásban. Tehát mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ugyan törekedtünk a természettudományos alapokra, mint agrártudományi kutatók, oktatók, de Debrecen mindig is híres volt arról, hogy a gyakorlati szempontokat, kapcsolatokat mindig is nagyon fontosnak tartotta, és ennek megfelelően tette a dolgát. Tehát a mi PhD-seinknek, amellett, hogy nagyon komoly természettudományos alap jelenti a kutatást, természetesen olyan témákat kutatnak, amelynek gyakorlati haszna is van. Az itt végzett hallgatók többségének ma is szoros a kapcsolata a Kerperi Kálmán doktori iskolával. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a visszajelzések alapján majdnem teljes létszámban lettek volna jelen az októberre tervezett évfordulós összejövetelen. Sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé az ünneplést, de abban bíznak, hogy tavasszal lesz alkalom arra, hogy közösen idézzék fel az elmúlt két évtized eredményeit.